Szedresben régóta tervezték a Bezerédi Amáliáról elnevezett óvoda felújítását, ő a 19. század első felében egyik úttörője volt az óvodák létrehozásának, éppen a Szedres melletti hídja pusztán. Bezerédi Amália öröksége így kötelezi is a települést, ezért felkészülten várták már a felújítás lehetőségét. Az óvoda felújítását régóta terveztük, és vártunk a pályázati lehetőségre. Évekkel korábban elkészítettük az engedélyezési terveket, tehát gyakorlatilag a munkák megindításához minden rendelkezésre állt, és a tavaly évben jött el az a pillanat, amikor a TOP-on belül óvoda felújításra pályázni lehetett. Ezt az önkormányzat akkor a pályázatot mindjárt be is nyújtotta, és hála Istennek sikerrel pályáztunk, és ma már egy teljesen megújult, felújított óvodának örülhetünk. A hagyományát tekintve nyilván különleges, a családias jellegéből következően azt gondolom, hogy szintén különleges, mert nagyon jó családias a légkör és a hangulat, és az, hogy most megújult, hát aki látta ezt korábbi állapotában, egy több mint 60 éves épület, és az elmúlt 60 évben gyakorlatilag semmilyen számottevő és jelentős felújítás, javítás nem történt rajta, tehát egy rettenetes rossz állapotban volt, akkor azt gondolom, hogy ez így önmagában is a régi állapothoz képest egy különlegesség. Az épület felújításán túl eszközöket is vásároltak. Az emberi formálás az egy folyamat és egy művészi folyamat. Ennek két igazi szereplője van, maga a kisgyermek és az óvodapedagógus, illetve azok a nevelők, aki őt nevelik. Igazából a Szedresi óvoda az olyan szempontból, hogy a személyi feltételek vonatkozásában mindig is nagyon jó helyzetben volt. Rendkívül jó fölkészült kollégáim voltak korábban is, de fölül kellett bírálni önmagamat is, mert bizony-bizony az eszközök is nagyon fontosak a mai világban a gyerekneveléshez, illetve az infrastruktúrális feltétel, ami a gyerekeket körbeveszi. És ebbe bizony hiány voltunk a felújítás előtt. Sajnálatos módon már voltak olyan helységeink, amit a leggondosabb önkormányzati gondoskodó hozzáállás sem segített abban, hogy ne kelljen lezárnunk. Nem csak hogy lezárni kellett, egészen egyszerűen életveszélyessé váltak ezek a helységek. Tehát nagy áldás volt ez számunkra, hogy megtörténhetett a felújítás, és ezt követően megkezdődhetett egy olyan munka, ami már az európai színvonalnak mindenféle szempontból megfelel. Jelenleg három óvodai csoport működik az épületben. A három óvodai csoporton belül egy egységes óvoda bölcsődébe fogadjuk a három év alatti kis gyerekeket. Szeptembertől kezdődően változás történik az intézményben. Három óvodai csoport lesz változatlanul, de egy mini bölcsödében fogadjuk majd a bölcsödéskorú kis gyerekeket. Személy feltételeink adottak hozzá, most már az eszközfeltételünk is adott hozzá. 60 óvodáskorú kisgyereknek és 5 bölcsödésnek fogjuk az ellátást biztosítani a továbbiakban. Ez az egész lefedettséget jelenti a településen, tehát mindenféle bölcsödés és óvodáskorú gyermeknek a napközbeni ellátásával kapcsolatos igényt ki tudjuk elégíteni. A gyerekek azt mondják, tetszik nekik az újovi, szeretnek ide járni. Közel van a házak a óvodához, meg közel van a játszótér, meg sok játék van. Itt vannak a barátok, és játszok velük. A kis Lilla az építőjátékokat szereti. Egy várat építeni, meg egy kastélyt. Az óvoda felújításán túl a település tele van elképzelésekkel. Nagyon sok fejlesztést tervezünk, nagyon sokat már az elmúlt időszakban is meg tudtunk valósítani. Az óvodával egy időben készült el a közösségi ház, ami nyilván a civil szervezetek és a falu közösségének a céljait szolgálja, és a községi könyvtárat is ott fogjuk elhelyezni. Most a kultúrház felújítására összpontosítunk, és az a legnagyobb feladat, amit szeretnénk megoldani, de ebben az évben van még természetesen két önkormányzati lakás felújítás is, ahol a védőnőt szeretnénk elhelyezni, hogy helyben lakjon, és egy másik önkormányzati lakás, ahol szintén helyi ember, fiatal házaspár fog belemenni lakóként, és hát most fog befejeződni, vagy fejeződött be gyakorlatilag Kajmádon az új ivóvízrendszer kialakítása, hogy a kajmádi lakósok is tiszta egészséges ivóvízhez jussanak.
járultak hozzá, és ez is egy 5 millió forintot meghaladó beruházás, tehát ez is most valósult meg. Tehát tervekkel tele vagyunk, ugye van sok évre programunk és feladatunk, már ez mindegyikhez csak a pénz hiányzik. A területfejlesztési operatív programban segítséget lát Szedres polgármestere, de a lehetőségek terén többet várt volna. Feltétlen segítség, bár azt azért el kell mondjam, hogy a kis települések több dologban érezhetik egy kicsit hátrányosnak is, mert a pályázati kiírások, amit lehetővé tettek, az óvodán kívül másra mi sem tudtunk volna pályázni, tehát olyan megkötések vannak benne, meg olyan előírások, hogy elsősorban a városokat preferálták, tehát itt van azért egy kis hiányérzet, hogy a kis települések úgymond idézőjelben részben vesztese is, de természetesen most az a lényeg, hogy mi egy nagyon komoly fejlesztést meg tudtunk csinálni, mert az óvoda is azt gondolom egy olyan alap intézmény egy településen, hogy nyilván a lakosság megtartó képességet és az emberek komfortérzetét alapvetően befolyásolja, tehát ha ez nincs, akkor nagyon sok egyéb dolog sincs, és ez mindenféleképpen a népesség megtartó képességet és Szedres jövőjét, és azt gondolom, hogy építés nagy mértékben hozzájárul.